Nem fogtok tudni számotokra eladó ingatlan találni. Kedves barátaim, testvéreim, itt vagyunk a Magyar Országgyűlés előtt, a Magyar Parlament előtt. Azért vagyunk itt, mert ugye elmentem egy barátommal ásotthalomra, ittunk egy üdítőt, tettünk egy süteményt, és mindjárt Torockai Tóth László, akinek a álneve, meg a művész neve a Torockai, azért mert tele van frusztrációval, meg félelemmel, és megmódosította a nevét. Valami oknál fogva ez az ember, egy 500 emberre vonult föl ilyen sisere haddal ellenem, hogy mit kerestem én ott társadalomban. Azért voltam ott társadalomban, mert oda akartam menni. Kinek mi köze hozzá? Tóth Laci? Na most én nem tehetünk arról, hogy mikor neked egy cigánnyal szembe kell nézni, akkor mindjárt több száz ember a hátad mögött csak egy művelt cigánnyal szembe csak több száz emberrel mész. Ilyen, Laci, ennyire nagy a vélelmed a cigánysággal szembe? Te vagy az, aki nem beszélhet a magyarság nevébe, és nem fethetsz meg senkit a magyartalanság vagy a nemzetietlensége miatt. Pont te az, aki a legkevésbé szólalhatsz meg. A mi őseink mindig a bérét, meg az életét adta a magyar nemzetét. Bemersz minket megszólni, hogy mi nemzetietlenek vagyunk? Laci, hát pont te az, aki a magyarság közben a legkevésbé szólalhatsz meg. Hát Tóth Laci, hát nem kell félni annyira a cigányságtól, aztán van az életedben még egy nagyon nagy sötét folt. A Tusek Gusztáv Vazú, tudod ki az? A nagyszülők, aki a magyarság ellen rontott, és a magyarságnak a tömegeit küldte Bitófára. Ott haltak meg szegények, ott lógtak az akasztófán. Mert már akkor is országellenes voltál, mint most. Haza és ország ellenes volt a te magyar őseid. Magyar ellenes voltál. Magyar ellenes, nemzetellenes, most is. Országellenes volt az őseid, és ebből jön a frusztrációd, meg a félelmet. Az én őseim az életüket, meg a vérüket adták ezért a hazáért. A Szabó Ilonka, Korvin közi parancsnok, a kócos, akinek ott van egy táblája, menj el, nézd meg, 17 évesen, terhesen, áldott állapotban a Szabó Ilonka életét adta a magyar szabadságharcért. Vagy ott van a monari cigánygyerek, a Kótésörös József, a Holi, akit a nagyapád gyilkolt meg és juttatott akasztófára. Elmondta a te nagyapád, Tóth Laci, hogy ezt a Holit miért küldte az akasztófára? Hogy ma Holit televerte? Bevert neki egyet a fejébe? Elmondta a te nagyapád? Tóth Laci, elmondta, hogy hogyan lógtak a magyar emberek az akasztófán, akiket ő küldött oda?